Jó estét kívánok! Ez itt a háttérkép természetesen, hiszen csütörtök este van. Ellenben rossz hírem van, ugyanis csak Bogár Lacival ülök a stúdióban. Senki ne kapjon a szívéhez, nem került ki a műsorból a mi drága Imre barátunk. Ellenben kapott egy tüdőgyulladást, úgyhogy drága Imre, ezúton is jobbulást kívánunk mindketten. Én is csatlakoznék hozzá, tisztelten üdvözölve a nézőket. Remélhetőleg jövő héten már Imre is itt lesz. Most viszont, hogy nincs itt, mi, hogy is mondjam, csak... Cincogni fognak az egerek, hiszen Imre az, aki bennünket Lacival folyamatosan a valóság és a reális élet talaján tart. Egyébként nagyon helyesen. Nagyon helyesen teszi. Mi a legteljesen mértékben támogatjuk. Úgyhogy, de most nincs itt, most elszabadulhatunk. Aztán. És elszabadult hajó ágyuként fogunk itt 2x24 percben filozofálni. És hagyj indítsam akkor ezt a végre a reális élettől elszabaduló beszélgetésünket azzal, hogy ugye azt tényleg mindenki érzékeli, és erről sokat beszéltünk mi hármasban is ebben a stúdióban már, hogy az egész világ valami teljes, képtelennek tűnő átalakulás és változás kellős közepében van. Én nem is tudom, tényleg talán a római birodalom végóráinak polgára érezhette ugyanazt, amit most érez az ezt a kort megélő ember, vagy talán a reneszánsz idején lehettek még ilyen tektonikus mozgások a szellemi és kulturális életben, amelyek tényleg az egész társadalomra kihatottak, mint most. És ami nekünk, európai embereknek a legfájóbb talán ebben a történés halmazban, ebben a káoszban, hogy egyre inkább olybá tűnik fel, hogy leginkább Európa gyengült meg. Leginkább Európa veszíti el primátusát szinte minden területen. Úgy a gazdasági, mint kereskedelmi, mint, és kivált kép nekem mondjuk ez fáj. Kivált kép abban a finom, szinte nem is megfogalmazható kultúrfölény, ami valamikor Európát, itt valamikor, másfél évezreden keresztül Európát jellemezte, az tűnik olybá, hogy illan el, folyik szét a kezeink közül. Laci, miért pont Európa? Igen, hát... Miért pont mi veszítünk most el minden? Ezt is sokszor idéztük, ugye Thomas Mannnak a József és testvérei azt a bizonyos híres mondatot a bevezetőben, hogy mélységes mély a múltnak úgy. És nem mondjuk mindjárt feneketlennek, mondjuk teszik mindjárt fel a költői kérdést Thomas Mann, persze, hogy feneketlen. És akkor aztán nagyon érdekes hasonlatot használja, hogy ez a bizonyos mérőón, amivel meg akarjuk mérni a múlt mélységes mély kutyát, valahogy mindig azt hiszük, hogy na jó, akkor elérkeztünk, igen, tehát ez a talapzat, és akkor innentől tudjuk értelmezni mindazt, ami azóta történt, de ez nem így van, mivel mindennek van előzménye, ezért lássuk be, Thomas Mannnak tökéletesen igaza van ebben is, hogy teljesen önkényes, hogy honnan indítjuk ezt a történetet. Egy valami azonban biztos, hogy soha nem volt... és ebben az értelemben az a válság, amit ma átélünk, ez biztos, hogy nem hasonlítható egyik válsághoz sem, ami eddig lezajlott az emberi létezésben, mert hogy soha nem volt olyan, hogy univerzális civilizáció. Tehát azért azt mindenféleképpen érdemes szem előtt tartani, amikor a máról, meg párra a jövőről beszélünk, hogy az emberiség mindig egymástól kulturális értelemben azért jókora távolságra lévő, és egymásról sokszor hosszú időn keresztül egyáltalán semmit nem is tudó, egymás létezését nem is sejtő civilizációs tömbökből. Sokan neki álltak ennek, legutóbb, és többnyire ezt használjuk, ugye Huntington, Samuel Huntington, aki ugye 8 nagy civilizációs tömböt különböztet meg, de a világ állapotát mindig az jellemezte, hogy ezek a civilizációk ott megvoltak maguknak,
az esetek nagy részében igen hosszú időn keresztül nem is tudtak egymásról, de ha tudtak is, akkor így távolról méregették egymást, lehetett valamiféle kapcsolat, de ezt a kapcsolatot azért mindig áthatotta az, hogy nekünk, szóval mi mások vagyunk, tehát lehet valamiféle kapcsolat, kereskedelem, valamiféle érintkezés, de azért nem állt a két lépés távolságot megtartani. A nyugat az, tehát a nyugati ember, és itt bizonyos értelemben közeledhetünk talán a megfejtéshez, amely valami rejtélyes ok miatt nem igazán tisztázható, ugye mind a ketten sokszor nekiálltunk újraolvasni, gyakorlatilag évenként kell a Nyugat alkonyát, mert azért Spengler nyilván megkerülhetetlen ebben a kérdésben, hiszen most már lassan 100 éve, hogy először azért ő foglalta össze méghozzá egy koherens, hatalmas, valószínű 1000 évre, kellő szellemi muníciót adó könyvben ennek a valószínű okait, hogy miért is hanyatlik a nyugati ember, miért is hanyatlik Európa. Az egyik nagyon fontos ok valószínű az a sajátos, most mondjam azt, izgágaság lehet, amelyik állandóan, tehát soha nem tudsz, szóval szemben például a nagy keleti civilizációs tömbökkel, amelyek a létezésben alapvetően a nyugalmat, az egyensúlyt, a harmóniát, a finom megmú, akár a hindu, akár a kínai kultúrkör, vagy éppen japán, mert ugye ez is érdekes, hogy Huntington azt ugye 8 nagy civilizációs tömböt különböztet meg, és a 3 nagy ázsiai civilizációs tömb az érdekes módon 3000 év óta, és ma is, egy ország, tehát India, Kína és Japán, tehát külön civilizáció, egy nemzetállam ma is, de külön civilizáció, de visszatérve az alapkérdésre, szóval én azt hiszem, hogy ha választ akarunk kapni erre a kérdésre, már pedig jó lenne választ kapni, akkor bizonyos értelemben, ez így nagyon nyersen hangzik, tudom, de ugye szóval mindent magunknak köszönhetünk. Na, szóval ami történik velünk, és ez nem csak Európa, ez nyilván. Tehát a világ tükörkép. Tehát a világ olyan, szóval lehet persze szidni a világot, csak akkor nem árt, hogy magunkat látjuk viszont a tükörben. Ugye ma ilyen falfirkákon gyakran lehet találkozni ezzel a kis emberkével, ez a Pogó nevű kis emberke, akinek egyik fontos szlogenje, hogy találkoztam az ellenséggel, és kiderült, hogy én vagyok az. Jó, tehát szóval akárhogy is nézzük, az ember mindig tükörben néz akkor, amikor a világra rátekint. Tehát ha a világ ilyen Európa számára, akkor azt kellene megkeresni, félreértésne, ez nem defetizmus jelent, tehát az jelenti, hogy akkor tegyük le a fegyvert, és akkor sőt, tehát legyünk öngyilkosok, pusztítsuk el magunkat, mert úgyis mi tehetünk arról, hogy ilyen lett a világ, hanem inkább, hogyha már, mert ugye az európai keresztény fehér emberről beszélünk azért, hogyha egy kicsit világosan 3 fontos paramétert pontosan akarjuk megfogalmazni, és azért nem véletlen, hogy a keresztény jelző van középen, és a Szentírásnak talán abból a mondatából lehetne kiindulni, hogy az, ki megvallja és elhagyja a bűnt, könyörületességet nyer ennek általa. Tehát ahhoz, hogy megértsük a helyzetünket, ahhoz be kellene látni, hogy mi hol követtük el azt a... Hiszen alapvetően mi vagyunk a felelősök a világ sorsáért. Soha senki. Tehát az elmúlt évezredek során, vagy évtizedek során természetesen, soha senki nem csak hogy nem tett kísérletet arra, hogy univerzális civilizációba szervezze az egész emberiséget, hanem ezt nem is tudta volna értelmezni. Még csak azt kéne gondolhatták volna mondjuk a kínaiak, akik sokkal inkább elzárkózni akartak a világ többi részétől. Tehát én valahol így gyanítom a problémák gyökerét. Azért is örülök, hogy főleg ennek az utolsó mondatodnak. Én nem szeretnék itt szociodarvinizmus hibájába esni, hogy egy az egybe átemeljük az evolúció elméletét és törvényszerűségét, és rávetítjük a társadalmi működés szabályaira. De azért nemrégiben olvastam egy érdekes anyagot, és mindjárt ez jutott eszembe, hogyha ott visszamegyünk egy olyan csekély 4 milliárd évet a Föld történetében, és elérkezünk az élő és élettelen határára, ahhoz a pillanathoz, ami megint csak elég önkényes. Igen, hát a tudomány mai állása szerint ugye
Körülbelül 3,8 milliárd évvel ezelőtt kezdett az élet kialakulni a Földön, amikor is volt egy úgynevezett RNS világ, ugye ez a DNS előtti pillanat, amikor a molekulák léteztek a vízben, mert volt már egységes vízfelület. És az a lényeg, nem szeretnék itt nagyon elkalandozni ebben, de abban az anyagban, amit olvastam, az szerepelt, hogy ezek a élet és élettelen határán létező molekulák, amelyekben már enzimek is megjelentek, amely enzimek egyébként segítették azt, hogy a molekulák le tudják önmagukat másolni, tehát magyarul hát igen, az élő szervezet, önismétlő mintázat, az élő szervezetek egyik attribútumát, az a reprodukció képességét segítették, és azt olvastam, hogy minél nagyobb egységben állt össze ez a rendszer, minél nagyobb egységben, minél több ilyen molekula állt össze, akkor szükségképpen, mert minden egyes alkalommal az RNS világban megjelentek az úgynevezett paraziták, a mutánsok, de minél nagyobb volt az egység, nagyobb volt a tömeg, akkor egyértelmű volt, hogy a paraziták leverik az összes létező molekulát, mert ők másolódnak gyorsabban, és tönkreteszik a rendszert magát. Minél kisebb egységekre esett szét a molekulális világ, annál biztosabb volt, hogy le tudja győzni az őt támadó parazitákat. Most ezt csak azért rángattam ide. Izgalmas analógia. Mert hát nem maga a globalizáció, amiről most itten beszélünk, hogyha az emberi társadalmat nézzük. Globalizálódik a világunk, ez az utolsó évtizedeink, ha úgy tetszik, fő bűne. Jó könyv egyébként, az emberiség 7 fő bűne, Konrad Lorenztől, érdemes elolvasni. Tehát lemásoljuk az élő és élettelen határán megtörtént dolgokat. Minél egyre nagyobb egységbe szerveződünk, és ezáltal egyre biztosabbá válik, hogy el fogunk pusztulni, mert a parazitáink és a mutánsaink el fognak bennünket pusztítani, az egész rendszerünket el fogják pusztítani. Míg ha megmaradnánk kicsi közösségekben, amelyek puszta fölvetésem a közröhely tárgya, de jó, ha tudjuk, mikor a római birodalom a kor egyetlen és legnagyobb globális birodalma összezuhant, mert parazitái és mutánsai tönkretették. Amelyeket ő maga hozott létre, vagy provokálta ki a létrejöttüket. Abban a pillanatban utána az urbanizálódott globális római birodalom helyén falusi, egészen apró, kicsi, töpörödött egységekbe szerveződött újra az élet, és onnan kezdődött minden előről. Nem érzel valami ilyesmit, hogy ez fog minket megmenteni, vagy nézhetjük úgy is, ez lesz a végzetünk, hogy megint onnan kezdjük el? Nyilván az az alapvető, tulajdonképpen nevezzük dialektikának, tehát dialektikus dinamikának, ami a lokált meg a globált összekapcsolja egymással. Tehát az a tény, hogy minden helyhez kötött, tehát minden emberi tevékenység értelemszerűen a helyhez kötött, minden onnan indul ki az ember, akkor van igazán... De az úgynevezett modern világ ezt is tagadja. Most épp persze, azt akarják elmondani, hogy persze. Nincs helyhez kötött tevékenység, sőt, a helyhez kötöttség az valami maradi, ózsdi marhaság, hiszen te attól vagy modern, globális ember, hogy ma Tokióban vagy, holnap New Yorkban tárgyalsz, holnap után Milánóba, hétvégén meg megdög lesz, de azzal lefoglalkozz. Igen. Ezzel egyébként most, hogy ezt így elmondtam, mert ugye eddig a beszélgetésünk olyan mederben zajlott, hogy így elmélkedtünk szép, csendesen, nyugodtan. Most említettél egy olyan megközelítési módot, amit mi nem osztunk, de ezzel eleve behoztad ebbe a beszélgetésbe azt az úgyis megkerülhetetlen mozzanatot, hogy többek között, sőt leginkább, egy globális, szellemi és azon belül nyelvi polgárháború szintere az emberi világ. Tehát a legsúlyosabb probléma talán pontosan az, hogy null szinten is megoldhatatlannak látszik a dolog, mert annyira komplexé vált ez az univerzális civilizáció, hogy nem tud magával szóba állni se.
Tehát az egyik rendkívül súlyos, és önmagában is eldöntheti ez a rendkívül súlyos mozzanat a világ sorsát, hogy a világ szétbomlásának, felbomlásának egyik legbiztosabb tünete az pontosan az, hogy nem tud magával szóba állni. Tehát nézd meg, se globális, se európai, de bizonyos értelemben véve a magyarságra is igaz, akárhogy nézzük, és nem csak ma, tehát hogy ne csak feltétlenül aktuál politikailag közelítsük meg, azért a magyarság, az államisága 1100 évének a második 550 évében, tehát mondjuk a Hunyadiaktól kezdve egyre súlyosabban válik, és egyre szívszorítóbban válik áldozatává ennek a szellemi polgárháborúnak. Tehát, hogy elemi kérdésekről, tehát a létezésének legfontosabb kérdéseiről se tud dűlőre jutni önmagával. De mondom, ez globális, hát nap mint nap látjuk a műsorainkban is újra és újra is előhozzuk. Globálisan is, itt Európában is, Európában már szinte az őrületig tartóan, tehát láttuk ennek a döbbenetes példáit, akár csak az elmúlt két évben, mondjuk az egész migrációs válság értelmezésével kapcsolatban. Tehát az egyik legsúlyosabb következménye ennek a meg nem gondolt gondolatnak, József Attilát idézve, ami a nyugati embert, tehát az európai keresztény fehér embert abba az irányba lökte, hogy a saját létberendezkedését univerzálissá tegye, és úgy állítsa be, hogy ez par excellence az emberiség számára az egyetlen lehetséges létmód, és ehhez mindjárt egy narratívát is illesztett, tehát egy olyan elbeszélési módot, amely elbeszélési mód, és ez a csapda az egészben, egyértelművé teszi már a megszólalása pillanatában, hogy semmiféle narratívákról nincsen itt szó, hát én vagyok az összes többi, csak téveggés ebben az egészben, és nyilván amíg mindig az érvényesül, amit ő akar, addig viszonylag nyugodtan viselkedik, és nyugodtan állíthatja magáról, hogy udvarias, tárgyilagos, hogy politikailag korrekt, és a többi, de abban a pillanatban kiderül, hogy esetleg a dolgok nem feltétlenül mindenben illeszkednek az ő elbeszélési módjához, akkor láthatólag teljesen hisztérikus, és rendkívüli veszélyeket felé néző módon brutálissá válik. Tehát én a legsúlyosabbnak, de hát ezt sokszor megbeszéltük, azt tartom, hogy ma az emberiség, Európa és a magyarság rendesen nem is tud elindulni azon az úton, hogy először is megpróbálja értelmezni a helyzetét, aztán, hogy megpróbáljon valamilyen megoldást találni, tehát egy kicsit lecsitítani ezeket a iszonyatos és fenyegető örvényléseket, mert elemi szinten abba se tud egyetérteni, hogy egyáltalán miről van szó. Emil Durkheim, aki szegény, nem gondolta, hogy mit tudom én, jóval 100 évvel az életműve után fog igazán kiderülni, hogy milyen jelentősége volt annak, amikor több mint 100 évvel ezelőtt azon kezdett el elmélkedni, hogy de egyáltalán mi az, hogy tény? Tehát mit nevezünk? Tehát a modern világban akkor hogyan is tételeződik az, hogy tény? Erre persze mindenki azt mondaná, hogy mi az a hülyeség ez, hát a tény az tény, az önmaga. A tények önmagukért beszélnek, meg ugye vannak ilyen fordulatok, a tények makacs dolgok, egyebek, de kiderül, hogy ma a világ olyan helyzetben van, és ez biztos, hogy egy rendkívül súlyos bomlástünet, valószínűleg a legsúlyosabb, hogy magát a tényt sem tudja definiálni, mert ma akár csak itt Európában is, tehát látjuk legalapvetőbb kérdésekben is, teljesen más kezel tényként, úgymond az egyik oldal, most nem érdemes megnevezni, hogy akkor úgy se lehet pontosan, ez is teljesen önkényes, meg a másik oldal, és akkor vicsorog egymásra, és láthatólag azért nincs megoldás, mert az egyik persze keresztül tudja vinni az akaratát, tehát a politikai akarat rövid távon egészen bizonyosan nagyon sok mindent keresztül tud vinni. De hosszabb távon sajnos mindig kiderül, hogy azok a fékező erők, amelyek azokban a negatív energiákban vannak benne, amelyeknek nem győzedelmeskedett úgymond politikailag az akarata, azok végül is már középtávon is sajnos nagyon sok mindent tönkre tudnak tenni, abból szét tudnak roncsolni abból, amit az egyik akarat, az egyik narratívára épülő akarat véghez vinne. Nem csak a tényt nehéz, ha elkezdünk rajta gondolkodni, definiálni, az időt is. Szent Ágoston gyönyörű paradoxon. Azt mondja Szent Ágoston? Ha nem kérded, mi az idő, tudom.
ha kérded, megpróbálom elmondani, és rájövök, hogy nem tudom. Igen, csodálatos. De ugyanakkor ugye vannak tények, amikről legalábbis úgy gondolkodunk, hogy tények, és olyan tények, amelyek együtt léteznek, és homlokegyenest ellent mondanak egymásnak, és ráadásul tökéletesen megoldhatatlan és feloldhatatlan helyzet elé állítják a 21. század tébolygó és rettenetes állapotba lévő emberiségét. Csak két ilyen tényt hagy hozzak ide. Az egyik ilyen tény az, amit mindenki tényként kezel, hogy a népesség robbanás, a demográfiai robbanás jelen szintje és a tudomány mai állása szerint modellezhető folyamata 50-100 éven belül, ha addig nem történik valami végzetes, megoldhatatlan helyzet elé fogja állítani a Föld nevű bolygót és rajta a Homo sapiens-t, mert egész egyszerűen annyian leszünk, hogy nem leszünk képesek tovább együtt élni. Kinőttük a bolygót, ha minden így marad. Ez az egyik tény, amit komoly tudósok megalapozottan elmondanak. A másik tény, ami ezzel együtt létezik, hogy például az európai fehér ember, mint rassz, ha szintén nem történik valami, akkor a nagy demográfiai robbanás kellős közepén szép csöndesen ki fog pusztulni, mert elveszítette az európai fehér rassz a faj fenntartás ösztönét. Ez két tény. Egymásnak homlok egyenest ellentmond, mégis mi ráadásul európai fehér emberként, fehér rasszként, hát nem mondom azt, hogy a vesztes oldalon vagyunk, mert jelen felállás szerint mindenki a vesztes oldalon van, azok is, akik nem pusztulnak ki, hanem majd akkor pusztulnak ki, mikor már nem lesz mit enni, meg inni. De mi akkor mondhatjuk azt ilyen keserű gúnnyal, hogy mi legalább nem érjük meg a végét, nekünk hamarabb fognak harangozni, nem? Igen, ez az egész bevándorlás ügy kapcsán az elmúlt, hát lassan másfél éve, ha igen, 15-ben pörgött fel ez az egész ügy, 15 nyarán, tehát lassan két éve lesz, többször érintettük ezt az egész népesedési problémát. Azért célszerű valóban, amikor az emberiség sorsáról beszélünk, ebből kiindulni, mert végül is a demográfia, tehát a népesedés az nem más, mint az ember nevű élő lénynek az az eljárás módja, ahogyan a saját fizikai testének a reprodukcióját, ahogy már említetted, véghez viszi, és mivel ez az élet legfontosabb mozzanata, tehát az életet definiálni leginkább ezen keresztül lehet, hogy tovább tudja magát vinni, tehát elvileg a végtelen időben tudja, tehát a állandóan önismétlő mintázatokban a saját létezését végteleníteni tudja a időben és térben. Ennek következtében akárhogy is közelítünk, nincs ennél fontosabb kérdés, mint annak a tisztázása, hogy ezt miféle folyamatok szabályozzák. Az a narratíva, tehát itt is megint tehát az elbeszélési módhoz mindig vissza kell térni, mert ugye az uralkodó, a politikailag korrekt elbeszélési módja ennek az egész kérdéskörnek változatlanul leegyszerűsíti a problémát, mert azt mondja, hogy mindössze három korszaka van az emberiségnek. Az első korszakban nagyon magas a születés és nagyon magas a halálozás, most ne firtassuk miért, és ezért nincs növekedés. Aztán van egy népesség robbanás, ami annak a következménye, hogy a nyugatias modernitás univerzális kultúrává való átalakulása az lelassítja a halálozást, persze, de... és akkor itt van egy másik nagyon fontos kérdés, a születésszám egy darabig nem illeszkedik ehhez hozzá, nagy kérdés miért, ezt nem nagyon teszi fel egyébként ezt a kérdést a uralkodó demográfia, ő tudja miért, és aztán ugye a következő végtelen időszak, meg az, amikor nagyon alacsony a születés halálozás, és akkor szép, azért le. És beáll akkor az egyensúly. És kész, ennyivel befejezi ezt. Na, akkor jó. Innen folytatjuk rövid szünet után.
Folytatjuk a háttérképet Bogár Lászlóval, mert hogy Imre bátyánk tüdőgyulladással otthon van, és ezáltal feljogosítva éreztük magunkat, hogy teljesen kilátástalan filozofálgatásba kezdjünk, és mindketten jól kiéljük teljesen deviáns halálkultuszba hajló hajlamainkat. A demográfiánál hagytuk el, hogy ugye az elmélet szerint... A halállal kapcsolatban beszéljünk az életről. Az elmélet szerint ugye van ez a három, bizonyos három fázis, és a végén minden helyre áll. Alacsony születésszám, alacsony halálozási szám, egyensúlyban vagyunk. Igen, csak most az ember most egy hirtelen körülnéz, maga körül, és mit is lát? Azt látja, 63-ban megszületek én. Az ugye 54 éve volt. Akkor 3,5 milliárd ember élt a Föld nevű bolygón. Jelen pillanatban él 7,5 milliárd. Tehát 50 év alatt megduplázódtunk meg egy kicsi. Semmi sem mutat arra, hogy ez nem fog megismétlődni az előttünk álló 50 évben is. És akkor már leszünk 15 milliárdon. Ez a létszám önmagában érdekes kérdéseket vet fel már. Már ami azt jelenti, hogy a Föld el tud-e, képes-e eltartani egy 15 milliárd fős homo sapiens népességet, különös tekintettel, hogyha ez a homo sapiens olyan módon zsákmányolja ki továbbra is a Föld erőforrásait, ahogy ezt ma teszi. Ez az egyik tapasztalat, amit látunk, és még egyszer mondom, nem tűnik úgy, hogy ha csak nem szaladunk bele egy dögös kis atomháborúba, mert az biztos meg fogja oldani a dolgot. Ez feedbacknek hívják, negatív visszacsatolás. A másik pedig, még egyszer ismételve némiképp önmagamat, hogy azt látjuk, hogy a hihetetlen szaporulat, a népesség robbanás, az a Föld nevű bolygót benépesítő emberiség azon köreiben megy végbe, amely körökben erre a lehető legkevesebb az alkalmas körülmény. Ahol a legrosszabbak az életfeltételek, ott iszonyatos népességrobbanás van, ahol a legjobbak az életfeltételek, ott pedig megszűnt a fajfenntartás. Én ezt nem értem. Nem vagy egyedül, és szerintem nincs is most senki a világon, aki kielégítő magyarázatot tudna adni erre. Valószínűleg a kettőt persze össze kellene kapcsolni. Egyenként is nagyon nehéz megmagyarázni, ha meg össze kellene kapcsolni a kettőt, mert ugye mind a kettő rendkívül súlyos anomália, hogy pont a fordítottja történik annak, amit egyébként a józan paraszti ész is, tehát a hétköznapi logika is teljesen természetesnek tartja. Ha körülnézünk, akkor mindenki pontosan látja az, hogy egy élő lény akkor gyorsítja fel a szaporodását, amikor kedvezően alakulnak körülött elsősorban a táplálékszerzés feltételei, és akkor valójában az történik, hogy kibővül az élettér, és ő megpróbálja belakni az így kibővülő életteret. Ez Európában is így volt másfél ezer éven keresztül. Teljesen természetes, és fordítva, az már egy kicsit macerásabb, hogy hát azért minden élő társulat megpróbálja valahogy visszafogni a szaporodását, mert egyébként akkor nagyon súlyos következményei vannak annak. Hát csak gondolj bele, ugye, ne menjünk messzebb, madácsig menjünk, csak ez a rettenetes végkifejlett küszöbe, az eszkimó szín, amikor így sóhajt fel Ádám, hogy... Nem is Ádám, mert Ádám nem eszkimó, akkor persze. Mind a ketten csak szemlélődők. Igen, az eszkimó így sóhajt fel, igen. Aki Istennek hiszi érkező Lucifercs Ádámot, hogy add, hogy kevesebb ember legyen, s több fóka. És hogyha bele sem merek gondolni, mert a megszülető gondolat és a kimondása közötti néhány másodpercben az ember már azt is végig gondolja, hogy iszonyat lesz, amit kimond, de muszáj kimondani. Hát, ha belegondolsz, a mai nyugati, tökéletesen értékelvűvé vált világba. És utána azt mondod, hogy ma a Föld nevű bolygón él 250 törpe orszarvú, meg 300 bengáli tigris, meg 7,5 milliárd ember, akkor ugyan vajon minek van nagyobb értéke? Az embernek, vagy a törpe orszarvúnak. Kimondani is szörnyű, de megsugom a választ. Kimondhatatlanul nagyobb értéke van ma
a föld egésze szempontjából egy törpe orrszarvúnak, meg egy bengáli tigrisnek, mint akármelyik homo sapiensnek a 7,5 milliárdból. Ez a szomorú hírem van. Igen, ha a dolgok legmélyéről indítjuk ezt az egész kérdéskört, a földi élet az egy hihetetlen, tehát az ember csak megrendülni tud, ha belegondol, tehát nagyjából 4 milliárd év óta egy elképesztő finomsággal összerakott rendszer, amely rendszer persze azért fluktuál, mert azért voltak olyan időszakai, amikor spontán módon, tehát az ebben a hihetetlen bonyolult rendszerben zajló folyamatok túlfutottak, és akkor egyszer hólabda volt a Föld, tehát hogy egyszer, még a egyenlítőn is három, aztán így van, tehát óriási ciklusok vannak, de, és itt a dolog lényege, hogy az élet minden kihalás után, tehát voltak rendkívül veszélyes kihalások, amikor nagyon necces volt, hogy egyáltalán megmarad a földi élet, megmaradt, és sőt, mindig az jellemezte, hogy minden addiginál gazdagabb formáit hozta létre ennek az egész hihetetlenül finoman összerakott, és javarészt egyébként általunk ma sem igazán értett, vagy felsfogni sem tudjuk bonyolultságú rendszer. Tehát az egyik rendkívül súlyos kihívás az pontosan az, hogy a modernitás embere úgy nyúkál bele ebbe a rendszerbe, legalábbis az elmúlt évszázad során, hogy az esetek nagy részében nincs tudatában a következményeknek. Ezt sokszor idéztük, hogy József Attilának ezt a híres, nagyon komor versorát, hogy ős patkány terjeszt kort mi köztünk a meg nem gondolt gondolat, és ennek az az alapvető oka, a nyugati ember, tehát Konrád Lorenz ugye 8 főbűnről beszélt talán, de a legfőbb bűn szerintem azért alapvetően mégiscsak az, hogy az rendben van, hogy az ember, mivel az egyetlen olyan élőlény tudomásunk szerint, amelyik reflexív módon tud a valósághoz viszonyulni, tehát a képzeletével létre, a képzeletében létre tud hozni valami olyat is, ami még nincs, tehát elgondol valamit, és utána meg is valósítja, és nagyon elégedett, hogy milyen okos és ügyes volt, hogy elgondolt valamit, ami még nem volt, és utána megvalósította. Csak az a probléma, hogy ezt be is kellene tudni illeszteni a létezésbe. Ilyenkor ugyanis az ember joggal érezheti magát Istennek, igen, teremtő Istennek, hiszen teremtett, valami olyat teremtett, ami még eddig nem volt, de akkor, ha Isten, akkor azt a felelősséget is melléje kellene tenni, ami abban áll, hogy amit létrehoztam, elgondoltam és létrehoztam, millió eljár tengelyén, hogy van idézve, évmilliókig eljár tengelyén, még egy kerékfogát újítni kell. Jó, igen. Mondja a madács. Persze, és ebben gyönyörű szépen éppen az van benne, hogy a mindenséggel mérd magad, meg itt József Attilát, tehát hogy a mindenséghez mérd, az örök időkhöz mérd az egészet. Igen, de az elmúlt évszázadban, de több száz éve most már a nyugati modern ember az valójában tömegével gondol el és valósít meg olyan dolgokat, amelyek utána nem csak, hogy kiderül róluk, hogy nem csak, hogy nem beilleszthetők az emberi létezésbe, hanem katasztrofális következményekkel járnak. Alig ha véletlen, hogy ezekben a tudományos, vagy inkább annak álcázott tévé csatornákon mostanában nagyon gyakran találkozni olyan című sorozatokkal, ami hogy pedig milyen jó ötletnek tűnt. Jó, ezek ilyen hétköznapi kudarcok, amikor valaki valamit meg akar valósítani, összen kiderül, hogy katasztrofális következményekkel jár, de azért azt hiszem mindjárt figyelmeztet arra, hogy ha ebből élve ki akar keveredni ebből a helyzetből az emberiség, akkor az egyik legfontosabb dolog talán tényleg az lenne, hogy nyilván ennek is lehetnek mélyebb rétegei, de ez még a hétköznapok szintjén is érthető, hogy lenne már szíves működtetni olyan mechanizmusokat, amelyek lehetőség szerint csak olyan dolgokat engednek már elgondolni is, hát még megvalósítani, aminek a hosszú távú harmonikus beilleszthetősége az emberi létezésbe azért valamennyire biztosított, illetve az adott emberi közösség sok oldalúan meggyőződött arról, hogy igen, ez olyan, ami szépen beilleszthető a létezésünkbe. De nagy valószínűséggel emögött a rendkívül súlyos és megoldhatatlan, sőt megmagyarázhatatlannak tűnő demográfiai, kettős demográfiai anomália mögött is valami olyan dolgok, tehát térjünk vissza, mert ez döntő kérdés, még ha nem is tudjuk a választ, de legalább próbáljuk mozaikszerűen összerakni, valami olyan összefüggés sejlik, hogy az ember megint valami olyat indított el, tehát valami olyat gondolt el, és olyat valósított, meg úgy nyúkált bele
az emberi létezés alapvető folyamataiba, hogy nem tudta, hogy igazából mit tesz. Az elmúlt 500 évben például világ felfedezésének nevezett ugye, brutális folyamat, amelyben ez a bizonyos európai keresztény fehér ember, hát legyünk őszinték, leginkább kifosztotta a világ össze, méghozzá a következményekre való tökéletes tekintet nélkül fosztotta ki, vagy semmisítette meg éppen ezeket a civilizációkat, és benne persze nem csak az emberi világot, hanem egy csomó olyan élőlényt is, amiről talán nem is sejtjük, hogy az, amit semmisítettünk meg. Itt a lényeg. Az imént úgy fogalmaztál, hogy például az egyik lehetséges kiút a zsákutcánkból, ha az ember méltóztatna mostantól egyáltalán csak olyan dolgokon gondolkodni, amelyek beilleszthetők az emberi létezés rendszerébe. Szerintem, ameddig ezen fogunk gondolkodni, addig csak a teljes pusztuláshoz visszük magunkat közel, ugyanis szerintem már csak azon szabadna gondolkodni, hogy olyan dolgokat hozunk létre, amelyek a Föld egész létező, élő szövetében. Tehát ennél már szerényebbnek kell lenni. Igen, ameddig azt gondoljuk, még egyszer mondom, hogy értékesebbek vagyunk a törpe orszarónál, addig nagy baj van, mert nem vagyunk azok, sőt, 7,5 bárhova mész a Földön, ember hegyek fognak szembe jönni. Törpe orszarú meg sehol. Ezért mi értéktelenek vagyunk, ha a Föld egészét tekintjük, és ezt kellene végre felfognunk. A mértéktelenség bűne, a 7 fő bűn egyike, szerintem ez a legnagyobb bűnünk. És nézz körül, hogy minden szinten ezt valósítjuk meg a sok egyéb bűneink mellett. Akik, de a mértéktelenség elég is, mert abból minden levezethető tulajdonképpen. Akik kimaradnak a fogyasztás hedonizmusából, azok a önmaguk reprodukálásában mértéktelenek. Mi, nyugati emberek, akik lemondtunk önmagunk reprodukálásáról, mi a fogyasztás, a hedonizmus mértéktelenségében vagyunk múlhatatlanul bűnösök. És érdekes módon mindkét mértéktelenség a globális egészet pusztítja, csak még föl sem fogta. Itt nem térünk vissza. Pláne, ha egymásnak esik, ugye a globális közlekedési edény szabályai szerint. Hát az önmaga reprodukálásában mértéktelenné vált fele az emberiségnek a fogyasztás mértéktelenségére vágyik, az önmaga reprodukálásáról lemondott fele az emberiségnek pedig nem vágyik önmaga reprodukálására, hanem még többet szeretne fogyasztani azok rovására, akik eddig is kilettek belőle rekesztve. De azért ebből pedig robbanás lesz. Van két nagyon fontos, ez tökéletes, ahogy elmondtad, de van még két kiegészítő mozzanata, amit nyilván beleértettél, csak hozzá kellene tenni, hogy ez az egyenként is veszedelmes és zsákutcás várakozás, vágyakozás, mind a két félnél kielégül két végzetes tévedéssel. Ez a túlszaporodó része, tehát az anyagi nyomorúságban élő túlszaporodó része csak azt látja, hogy de itt minden hihetetlenül kényelmes, biztonságú, tehát az anyagi jólét számára felfoghatatlan csodái vannak, és hajlamos azt gondolni arról a horizontról, hogy ez most szándékosan fogalmazok, hogy magától van. Tehát nekem csak oda kell menni. Az emberiségben ez ugye sokszor, hogy az ígéret földje, vagy mit, tehát ahol minden maga, az a kolbászból van, a serés kerítés, meg a mézes kalács házikum. Birodalma, persze. Mindegy, tehát ugye valahova el kell menni, és ott jó és ott, lesz. Így van, és ott magától. Ez magától nagyon lényeges, jó. Ez magától. A fehér ember meg úgy gondolja, hogy nem kell nekem szaporodni, mert ezek úgyis túl vannak szaporodva, ide jönnek, és akkor az tulajdonképpen ugyanaz. Majd akkor ők fognak itt dolgozni, meg ők hozzák majd létre az én nyugdíjamat, mert ugye ez az egyik legfájdalmasabb, hogy hiába teszem félre a pénzt, ha nem lesz, aki dolgozzon, akkor nem a pénzt akarom megenni, hanem azért a pénzért olyan árukat akarok majd vásárolni, amit viszont valakinek akkor is létre kellene hozni. Tehát, hogy van ebben egy önmagán túlmutató, még végzetesebben téves várakozás is, és azért ezzel kapcsolatban jussunk el annak a kimondásához is, hogy valójában az egész mögött, és ugye már az elején is említetted ezt a parazitizmus is, azért nem kerülhetjük meg ebben a beszélgetésben sem azt, hogy maga az élet az valójában szembe megy
azzal, ami az univerzum legalapvetőbb törvénye, és ez az entrópia. Tehát az, hogy a dolgok, a magukra hagyott anyagi világ, az egyre rendezetlenebbé válik értelemszerűen. Tehát egy entrópikus lejtőn van gyakorlatilag folyamatosan a világ. Az élet meg nyílt kihívás ezzel szembe, hiszen terebélyesedik, terjed, egyre komplexebb, egyre csodálatosabb jelenséget hoz létre itt a Földön. Ez csak úgy lehetséges, hogy van valami külső energia, mert semmiből semmi nem lesz értelemszerűen. Tehát hogyha tartósan, és itt ugye évmilliárdok óta valami, egy rendszer szembe megy ezzel az entrópiával, akkor az csak azért lehetséges, mert van valamilyen külső energia, és nyilván csak addig létezik, amíg ez a külső energia létezik. Tehát itt is ez a kulcskérdés, hogy ez is érdekes, ugye a görög nyelvben az energia, az en, az ugye ami benne foglal, de az csak azt jelenti, az en előtag, az azt jelenti, hogy valami benne. De mi ez az erg? Valójában nem sikerül máig se lefordítani ezt az erg, ez valami bűvös erőt jelentett. Tehát a görögök se tudták megfogalmazni igazából, hogy mi ez az erg, és ez mindennek a lényege, ami az energiába foglaltatik benne. Ez a különleges, ha úgy tetszik, misztikus erő. Egyébként sokáig ugye életerőként, amikor abszolút nem volt még olyan magyarázat sem az életre, mondjuk az elmúlt évszázadokban, mint amit ma adunk, akkor is valami titokzatos életerőt sejtettek mögötte. Hát, tehát ugye, ez a negentrópia, ahogy ma elnevezték. Érvei, ugye, hogy fogalmazza meg? Azt mondja, hogy ha minden mozog, kell lennie egy első mozgatónak. Igen. Aki nem lehet más, csak, hát ha úgy tetszik, az energia, a keresztény misztikában megfogalmazva, az első mozgató. Az alfa és az ómega. Tehát valahonnan az első elf, a végső cél. Igen. Hát persze, ez elég nagy koponyák próbáltak a végére járni ennek. És hogyha beszéltünk a mértéktelenség bűnéről, nyilván a mértéktelenség bűnéről következik az is, amit már te is itt... Bocsánat, csak annyit szeretném még közbevetni, azért a mértéktelenségnél az elmúlt évtizedekben nyilván te is, én is nagyon sokat foglalkoztunk ezzel. Nem lehet, hogy a mélyén valami atavisztikus szorongás van, tehát hogy a mértéktelenség valójában, ha a saját életemet is nézem, azért abból számít, hogy ja Istenem, mi lesz velem holnap? Szóval mi lesz velem? Tehát azért, jó, szégyellem egy kicsit, de azért akartam ebből, mert Istenem, mit hoz a holnap? Ki tudja, hogy lett bam, és akkor tulajdonképpen valamiféle megmagyarázhatatlan belső szorongás az, mert ha az ember nem szorongana, akkor miért kellene mindennél több az elég, mondhatná az ember. Tehát miért ne lehetne szépen harmonikusan, hogy ebben én tökéletesen érzem magam, nem kell több, és bízok, hiszek, ugye megint a hit és a bizalom, bocsánat, hogy közbevetettem. Azért is jó, mert csak megerősíted azt, amit mondani akartam ezzel a kiegészítéssel. Mert én azt akartam mondani, hogy a mértéktelenség bűnéből levezethető kristálytisztán az, te is utaltál már rá korábban itt a beszélgetés során, hogy az ember olyannyira elveszítette mértékét, hogy Isten helyébe tette magát. És itt rögtön szeretném leszögezni. Nem kell hívőnek lenni, hogy ez a mondat értelmet nyerjen. Ateisták számára is tökéletesen érthető a mondat, ha csak annyit mond, hogy az ember annyira elveszítette a mértéket, hogy a természet rendje fölé helyezte magát. Ugyanaz. Ha panteista vagy, ha ateista vagy, ha Isten félő ember vagy, Isten helyében lenni, a természet rendje fölé helyezni önmagad, ez ugyanazt jelenti. És mind a mértéktelenségből következik. És ebből következik, amit most az imént mondtál, a természet rendjében élő ember, azok a ma már tudjuk, hogy kihalásra és pusztulásra ítélt amazóniai őserdei törzsek, amelyeket most fedezünk fel, és el fogunk pusztítani, hát nagy, a nagy szeretettel fogjuk őket elpusztítani. Sokat fogjuk őket vizsgálni, aztán megnézzük, hogy tűnik el a világuk általunk. A természet rendjében élő ember mértékkel él, és teljesen mindegy, hogy panteista, ateista vagy sok istent imád, tudja, hogy hol a helye.
És ha tudom, hogy hol a helyem, akkor nem válok mértéktelenné, nem válok a környezetem pusztítójába, és ezáltal önmagam ellenségévé, mert tudom a mértéket. És itt visszatér, úgyis lassan lejár az idő, de pont visszatérünk a kiinduló ponthoz, mikor itt azt bátorkodtam fejtegetni nem régi olvasmányélményem alapján, hogy a élő és élettelen világ határán, amikor itt kialakult a mi földi életünk az RNS világban, ahol a molekulák és a bennük lévő enzimek és a kémiai lemásolódás képessége, ami aztán átbillent élővé, hogy minél nagyobb egységben történt ez meg, annál biztosabb volt, sőt biztos volt, hogy a rendszerben megjelenő paraziták és mutánsok az egészet elpusztítják. Minél kisebb egységekre esett szét a dolog, az abban is megjelenő mutánsok és paraziták viszont nem pusztították el a rendszert, hanem arra ösztönözték, hogy még jobb legyen. Kiváltottak egy védekezési reakciót és mechanizmust, és átsegítették a kicsi rendszert azon, hogy úrrá legyen a paraziták támadásán, míg a nagy rendszerek szükségképpen elpusztultak. Ha ezt most levetítjük az emberi életünkre, hát akkor megint ott tartunk, annál elindultunk, hogy ha nem haladjuk meg a mértéktelenségünket, amelynek a legkézzelfoghatóbb manifestuma, az a globális tőkés világgazdaság, ami szép lassan fölzabálja ezt az egész bolygót, ha ezzel nem szakítunk, ha úgy tetszik, nem mondjuk ki, hogy sokkal értékesebb mi nálunk a törpe orszarú és a bengáli tigris, akkor el fogunk pusztulni. Igen, a közgazdászként azért annyi önkritikát, így, tehát anélkül nem újjon el ez a beszélgetés, hogy azt az önkritikát azért nem mondom ki, hogy a legsúlyosabb pontosan az, hogy és ebből a szempontból a világon semmi különbség nincs, ahogy sokszor mondtam, a Tolbuhin körútról nyíló Dimitrov-téri Mars-Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, meg a mai Samuelsonra épülő mikroökonómia és makroökonómia és egyebek között mindegyik ugyanabban a léttévedésben. Ha jó, nagyon jó hiszeműek vagyunk, akkor tévedés, ha kevésbé jó hiszeműek, akkor valami egészen más. Lelezzik, aminek az a lényege, hogy nem vesz tudomást se a külső természetről, ami minden anyagi tevékenységnek az alapja, se az emberi létezés belső természetéről, tehát lelki, erkölcsi, szellemi, ezt mint nem létezőnek tekinti, tehát egy gépezetet, egy masinériát képzel el, amiben az ember is gép valójában, vagy ennek a gépi berendezésnek, ez a tökéletes, szerinte legalábbis tökéletes mechanizmus, ahol csak így bele kell babrálni, csavarhúzókkal, falangster, meg egyebekkel, és akkor persze, és akkor tökéletesen működik, és úgy tekint erre, mintha nem is lenne. Jó, ha már nagyon muszáj, tehát nagyon elmocskolod a természetet, meg maga a termelést is lehetetleníti, annyira tönkretetted a külső természet, akkor ma már ezt valahogy be akarja emelni, ezt az ökológiát, meg amikor már nagyon kifosztottad az embert, és nem tud neked rendesen termelni, akkor persze az elmúlt évszázadban ezeket a társadalom-lélektani összefüggéseket is immelámmal tudomásul veszi, de a közgazdaságtan eleve születése pillanatától kezdve azért van halálra ítélve értelemszerűen, mert egy nem létező dologot próbál tudományoskodva és komolykodva egyre magasabb matematikai apparátusokkal természetesen magyarázni. Amíg ezekből a zsákutcákból nem jövünk vissza, addig hát tulajdonképpen értelmezhetetlen a megoldás. Laci, köszönöm szépen. Jó volt veled beszélgetni ismét. A kedves nézőktől meg, hát nem is tudom, kérjek elnézést, hogy hát azért, igen, fárasztottuk önöket 50 percen keresztül azzal, amit mi itt akár önmagunkkal, akár egymással folytatunk hosszú évek óta, de annyit talán azért megkockáztathatunk, hogy végülis tényleg ezek a létezésünk legfontosabb és legvégsőbb kérdése. És mindig erről beszélünk, csak tudom, Imre bácsi itt van, hogy gyakorlatilag. Így van. Köszi, hogy itt voltál. Köszönjük a figyelmet. Jövő héten a szokott időben várjuk önöket, a viszontlátásra.